Kedves gyerekek, kedves kollégák! Eltelt a karácsony ünnepkör, de a karácsony kaktusz még mindig gyönyörű, szép. Fontos, hogy a szépre szemünk legyen, hogy meglássuk magunk körül a szépet, sőt, hogy mi magunk is szépet hozzunk létre. Még a pandémia előtt ugye bíztattalak titeket, hogy készítsetek rajzokat, gyermekrajzot, hogy tegyük szebbé a világot. És én elvittem azokra a helyekre, ahol előadást tartottam, 1 euró, egy gyermekrajz, mindenki ráírta maga nevét, és amikor visszajöttem, hát hogy mondjam, megkaptátok az árát. Újból gyermekrajz versenyt hirdetnék, tehát ilyen eladással egy bekötött gyermekrajzot. És pedig ugye készülök a lapokba, ugye Bécs, onnan München, és Nürnberg, 3 nagyvárosba, mindenütt szentmise, előadás, kis beszélgetés, hazafelé megállunk Sopronban, és erre az útra én tavaly a fiúkat vittem, fiatal házvezetőket, az idén a fiatal lányokat, asszonyokat vinném magammal, és pedig ugye hívtam Petrozsémből Andreát, aztán Anna Máriát, Adélt, és Nagy Szalontáról meg Krisztiánnak a kedves feleségét. Úgyhogy velük mennénk, és hát ők elviszik a gyermekrajzokat is. És biztos, hogy az emberek szívesen fognak vásárolni. Mi legyen a téma? Ugye az idén 2 nagy projektünk fut, sok fut, de 2 nagyon fontos, szeretnénk befejezni a Piski csatatért. Hát az be van fejezve, azt annak idején 1849. február 9-én bevégezték az őseink, de az rajta álló vendéglő csárdát szeretnénk felújítani, és a környezetet is szépen rendbe rakni, az obeliszket is fölállítani, ugye, és hát ide támogatás kell. Én örvendenék, hogyha kedves gyerekek, rajzatokba valamilyen módon ez a 49-es szabadságharc megjelenne. Az obeliszk, a csárda, egyáltalán bemapó, a részletek. A másik ilyen nagy projekt, amin fáradozunk, dolgozunk, ugye ez a Keresdi Várkastély, a Betlehemek ősi fészke. Közel 800 éve itt él ez a család. És hát ugye a belső felújítás akadozik, mindig pénzen múlik sok minden, tehát azt jelenti, hogy nagyon szép felületek vannak. Én nagyon örvendenék, hogyha olyan, hogy mondjam, a Betlehem család történetéből olyan képeket tudnátok rajzolni, amivel, hogy mondjam, kicsit tele plakátolnánk, vagy tapétáznánk egy-egy falat. Levente történész. És biztos, hogy segít nektek ebben. És jó lenne, hogyha tényleg ezek a gyermekrajzok kicsit színesebbé, gazdagabbá tennénk a világot. De azáltal, hogy te alkotsz, csak a kézügyességed, a történelem ismereteid is gyarapodnak. Hogyha a múltnak azokat a szegmenseit, szeleteit tudod, hogy mondjam, megmutatni, láttatni a rajzod által, azáltal te is készülsz, tanulsz, ügyesebb leszel. Adná az Isten tényleg, hogy minden házban, ezekben a hideg téli estéken legyen időnk
rajzolni. Én várom ezeket a képeket. Ugye kedves kollégáknak is odaadhatjátok. Ígérjük, hogy a legszebbeket kiállítsuk. De a többiből is persze. Hát próbálunk az embereknek örömet okozni, eladni az alkotásaitokat. Rajzra fel. Történelmi témájú, rajzokat várok tőletek. A jó Isten áldása legyen veletek. Dicsértessek a Jézusnak.